Nagy-nagy szeretettel köszöntlek titeket. Örvendek, hogy itt lehetek. Hát ugye azt mondták, hogy karácsonyra készülünk együtt fel. Tudjátok, hogy igazából még advent van. És az adventnek az a lényege, hogy bűnbánatot tartunk, imádkozunk, kiengesztelődünk egymással, újra tervezzük az életünket. És utána jönnek az ünnepek. Egyik ismerősöm mondta, hogy húsvétkor, hogy valahogy a mostani húsvéti sonkának, kolbásznak nincs meg az a régi íze. Hát mondtam, ha 40 napot előtte bőtölnétek, akkor mindjárt meg lenne a smakja. Nem? Ugyanígy gondolom, hogy karácsony, attól lesz karácsony, ha komolyan vesszük az adventi szent időt. Kiengesztelődés, bocsánat, újrakezdés. Szeretnék elmondani egy történetet. Ugye gyerekvédelmi központban dolgozok, jó sok évvel ezelőtt hoztak egy ilyen 5 éves kislányt, szép kők, szőkehajú kislányt. Hát el is mondhatom a nevét igazából. Bekerült hozzánk, és hát ugye szépen megnőtt, leérettségizett, és utána jelentkezett nevelőnőnek. Nálunk 7-8 gyerekkel együtt lak egy felnőtt, nevel. És hát teltek, múltak a napok, évek, és egyszer jött, és kopogtatott az ajtóm, és azt mondja, hogy Csaba testvér, szeretnék beszélni. Hát éjjel 12 felé volt, hát mondom, majd holnap. 9 után már Szentlélek se dolgozik. De mondta, hogy most szeretné megbeszélni velem. Na jó, beengedtem. Hát, mi történt? Azt mondja, megkerült az apukám. Hát hogy? Hát azt mondja, Facebookon beírta az apjának, csak a keresztnevét tudta, meg azt, hogy Szakács, Kolozsváron lakik, és hát ugye végül kijött egy férfi, elkezdett addal csettelni, és úgy 12 felé beírta, hogy akkor mi rokonok vagyunk. Férfi visszaírta, hát milyen rokonok lennénk? Hát azt mondja, te vagy az apám. Hát kiderült, hogy tényleg ez szó szerint igaz, mert 22 évvel ezelőtt volt egy jó sikerült legénybúcsú, ami olyan jó sikerült, hogy ennek a férfinek 2 lánya is született ugyanabban a hónapban, de nem ugyanattól az asszonytól. Na, én ebben nem mennék belé, ezt majd 10 parancsolat kapcsán majd megbeszélitek ott a tanáraitokkal. Én csak annyit akarok elmondani, hogy ez a lány odajön hozzám, és azt mondja, hogy Csaba testvér, én most mit csináljak? Hát mondom, te évek ugyan keresztül imádkoztál, hogy legyen apukád, hát most van, örvenj neki. Azt mondja, de hogy tudnék én örvendeni, mikor egy szál virágot nem kaptam tőle? És ez valóban így volt. 5 éves koráig ugye ez a férfi fizette a gyerektartást, utána elment Amerikába, egy nagy hajón dolgozott, mint pincér, és egyszerűen a hullámok összecsaptak feje fölött. Az édesanyja nem volt elég életre való, beadta hozzánk a lányát, és hát igazából, na, én felneveltem Isten nevébe a kollégákkal. Hát mondom, te örvenj neki, ha 20 évet az életetekből elrontottatok, hát akkor hát ha, most helyre jön minden. Hát mondtam, ilyen a világ, lássátok, van akinek a gólya hozza a gyereket, van akinek a Facebook hozza az apukát, hát én nem tudok ezen változtatni, de ha ez van, akkor valahogy oldjuk meg. Persze a lány nagy idegesen becsapta az ajtót, ott hagyott, elment, és éreztem, hogy nem tudtam meggyőzni. A gyűlölet, a harag, a méreg, a szomorúság ott volt a szívében. Na ide kell az advent, hogy ezeket a dolgot feloldjuk. Képzeljétek el, elment, és egy hónap múlva visszajött, elment szabadságra, le volt égve, le volt pirulva, szája kicserepesedve. Kérdem, hol voltál? Azt mondja, elment Pécs mellett, ott volt egy autista gyerekeknek tábor, önkéntesnek, és azt mondja, egész tábor alatt, a hét alatt azon gondolkozott, hogy hogy tudná az apjával a viszonyt rendezni? Hát nem lehet egy új apukát kapni. És azt mondja, úgy döntött, hogy megbünteti magát. És gyalog jött vissza Dévára, görkorcsolyát kötött, és gyalog eljött Dévára.
Hát engem nagyon melbevágott az, hogy a Csaba testvér, most már kész vagyok arra, hogy találkozzak az apámmal. Felhívtuk az édesapát, eljött, bocsánatot kért. Hát kiderült, hogy egész jól megy a sora, van neki vagy két szállodája. Ilyen showman televízióba főzést tanított Romániába, egy televízió csatornán. Azt mondja nekem, bocsánat. Hát mondom, hát igazából én kéne bocsánatot kérjek. Azt mondja, miért? Hát mondom, hát tudja képzelni ez a leánk, amikor első áldozó volt, szép fehér ruhába, fején, Margaretta koszorúval odajön hozzá, és azt mondja, papbácsi, szép vagyok. Vagy képzelje el, amikor élet első bálja után odajött hozzám, másnap mentünk az ebédlő felé, belém karolta maga lánya, és azt mondja nekem, hogy papbácsi, erről a fiúról mi a véleményem? Hát mondom, te tegnap csókolóztál vele? Jaj, miket mond a papbácsi? Persze olyan piros volt, hogy láttam, hogy itt valami csak kellett történjen. Mondom, egy férfinek, ha van, amiért éljen ez a földön, pont ezek a pillanatok. És én ezeket a pillanatokat magának nem tudom visszaadni. De maga lánya még lesz menyasszony is. És a menyasszonyi táncot is igen-igen izgalmas egy édesapának a lányával eljárnia. És lesznek unokái, akit maga ölbe vehet. Ne hagyja ezeket a perceket. Mert maga ki tudja fizetni az én költségeimet a gyerekneveléssel, de én ezeket a perceket magának nem tudom visszaadni. És elvitte az édesapa a lányát, bemutatta a feleségének. Hát biztos nem volt könnyű a gyerekeinek, megtörtént, bocsánatot kértek egymástól. Bérelte egy lakást, ez a lány mostan Kolozsváron egy híres cukrászdába dolgozik ezerrel, tortákat, finomságokat készít. És az apja nemrég fölhívott engem, és elmondta, hogy kórházban volt, vesekővel, megműtötték, és azt mondja, ez a lány, akit maga nevelt nekem, többször meglátogatott, mint a feleségem, és a másik két gyerekem együttvéve. Kiengesztelődés. Hát lehet, hogy nem ilyen, de valamilyen sebeket mindannyian hordunk magunkba. Barátnőnkkel, szüleinkkel, gyerek osztálytársainkkal. Biztos van, ami rosszul sült el. Lehet, hogy követtél el bűnököt te magad, amiket magad előtt is szégyelsz. Vagy mit tudom én, rossz döntéseket hoztál, ami, hogy mondjam, ma is fáj neked. Advent pont arra való, hogy ezeket a hát ráncokat kivasaljuk. Újra tervezzük az életünket. Hogy elévegyük ezeket a meg nem oldott dolgokat. Hidd el, hogyha mindezt így szépen rendbe rakod, akkor valóban karácsony, karácsony lesz, és valóban az ünnepé fog válni az életedben. Mindannyiunk életében vannak ilyen gondok, nehézségek, problémák. Ugye Jézus Krisztus tudott kiengesztelődni. Az egyik kolléganőm felhívott telefonon, és azt mondja, Csaba testvér, az osztályban vannak jó tanulók, hát azoknak kell adni diplomát, nagyszerű, világos, érthető. Azt mondja, vannak olyanok is, akik nem jó tanulók, de rendes gyerekek, ügyeskék és minden, de azoknak adunk emlékkönyvet. Azt mondja, de az osztályban van két olyan tróger, kötözni való kölyök, na annak mit csináljon azzal? Hát mondom, menj ki a piacra, vegyél halat, és ott téván a kolostor előtt két kövön süsd meg. És nézett olyan furcsán rám, és azt mondja, de az segít? Hát mondom neked, hogy fog-e segíteni, nem tudom. De ezt Jézus Krisztus megpróbálta, neki összejött, nem? A galileai tenger partján átdöfött kézzel, átdöfött szívvel, rőzsét gyűjtött, tüzet rakott, halat sütött, és amikor egész éjjeli halászat után átfagyva ezek kijönnek a partra, azt mondja Jézus, gyertek, reggelizzetek. Képzeljétek el, hogy Jézus elévett volna a háta mögül egy kakast, és megkérdezte volna Szent Pétert, hogy na ez milyen állat? Péter fiam, mit szólsz, hány szó kukorékol egy éjszaka egy ilyen kakas? Ismerjük egymást? 3 évig mi a francia etted a kenyeremet, hogyha nem is ismerjük egymást, nem? Hát mi egy 1000 idegen Simon kellett nekem segíteni, hurcolni azt a keresztet, hol voltál?
Hát nem sül le pofádról a bőr, a temetésemre nem jöttél el? Összeveszedett volna Jézus Péterrel meg a többiekkel? Igen. És mit mondott volna Péter erre? Mester, bocsánat, kár, hogy megszülettem, de többet nem fog elé fordulni, én elmentem. És Jézus ott maradt volna egyedül a fene nagy igazával, nem? Hát kezdhette volna karácsonnyal előről. Pont. De milyen jó, hogy Jézus ki tudott engesztelődni Szent Péterrel, az apostolaival és a többiekkel. Hát legyünk őszinték, azért bármi történt velünk, azért nem feszítettek meg egyet se közülünk, nem? Nem ütöttek senkinek a kezébe szeget. Hát akkor tanuljunk a mesterünktől. Hát ne csak mondjuk, hogy mi Krisztus követők vagyunk, meg keresztények, hanem valóban járjon át Krisztus igazsága, szeretete, jósága bennünket. Én úgy gondolom, hogy 2000 évvel ezelőtt nem hiába jött közénk Jézus. Nem hiába mondta el ezt a sok igazságot. Mert valamilyen módon azért átjárta a társadalmunkat az evangélium. Ugye nemrég volt a választás. Hát 500 millió ember, körülbelül ennyien vannak Európában, egymásnak feszült. És volt egy csomó plakát, ilyen a politika, meg olyan, meg amolyan, meg lehet más is. Mindenki elmondta magáit, aztán mindenki elment választani. Meglettek az eredmények, volt akinek tetszett, volt akinek nem. De a lényeg az, hogy nem folyt vér. Nem masíroztak a főtereken katonák, tankok, harckocsik. Volt, akinek nem tetszett, volt, akinek nagyon tetszett, de végül is a párbeszéd vége, mert a választás egy nagy párbeszéd, mindenki el tudta fogadni. Persze mondhatod azt, hogy ez kis dolog, jelentéktelen dolog, de menj el Erdogonhoz, és kérdezd meg, hogy a kurd politika lehet-e más? Biztos, hogy nem. Vagy a Tiamant térre kimehetsz szálvirággal a tankok elé, és megkérdezheted, hogy hát neked van más ötleted. Vajon elfogadják? Hát biztos, hogy nem. Igen. Én úgy gondolom, a kereszténység Európát átjárta. Nem vesszük észre. Lehet, hogy nem is megyünk templomba. Lehet, hogy ritkán vetünk keresztet. De ennek ellenére úgy gondolom, valamilyen szinten a kereszténység ott van bennünk. És ezért lenne nagy kár, hogyha az ilyen adventi szentidőt, a nagybőti szentidőt ledegradálnánk, hát az ünnepre való, mit tudom én, hogy mondja, bevásárlásra. Megvan annak is a helye és a szerepe. De azt gondolom, hogy nagy baj lenne, hogyha ezeket az újratervezéseket, ezeket a, hogy mondjam, kiengesztelődéseket, ezeket a megbocsátásokat, erre szánt időt elhanyagolnánk. Nagyon sok gyerek van nálunk, és egyik ilyen, másik olyan. Hát mindegyiket kell, hogy biztassa az ember, hogy újrakezdés, újratervezés. Ugye, nem tudom, ki járt nálunk Erdélybe, ki emelje fel a kezét, aki volt Erdélybe, lássuk. Ó, elég sok, nagyszerű, ez nagyon jó. Na hát, ennek örvendek. És ki volt valamelyik Szent Ferenc alapítványos háznál? Na hát, ezen még dolgozhatunk, köszönöm, akik meglátogattak, és szívesen látjuk, hogy én amúgy hoztam egy pár gyereket, és ma este valahol, úgy tudom, elé fogják adni 6-tól a muzsika hangját, színdarab. Én azt láttam, hogy nincs rossz gyerek. Minden gyerek Isten csodája, remek műve. Hogyha a szegedi templom tornyába elé kerülne egy ekkora eredeti Rembrandt festmény, azon lehetne akármennyi légypiszok, pókháló, az attól még egy eredeti Rembrandt lenne, nem? És hívatna a püspök úr, mit tudom én, honnan, nagyon híres művészeket,
akik fehér kesztyűben milliméterről milliméterre megtakarítanák azt a képet, hogy az eredeti színek, az eredeti, hogy mondjam, formák felragyogjanak. Miért? Hát azért, mert az egy eredeti Rembrandt. És azt gondolom, amikor te bárkivel szóba állsz, legyen az édesapád, legyen az az osztálytársad, vagy tanárod, vagy bárki, mindig jusson eszedbe, hogy ez egy eredeti mennyei atya alkotás. Hát lehet, hogy van rajta néhány légypiszok, meg pókháló, de ennek ellenére ez egy eredeti mennyei atya alkotás. Egy csoda. És hogyha így közeledsz a másik felé, én akkor azt látom, hogy a másik megszépül. Elé jönnek belőle az igazi értékek, olyan értékek, amikkel jó együtt élni, amiket jó meglátni. Milyen jó lenne, ha egymásból ki tudnánk szeretni a jót. Mondjak el egy történetet. Volt egy fiúcska, hát hogy lesznek a rossz gyerekek? Hát Fogaras városába hívták, a nevét is elárulhatom, Csók Fábián, könnyű megjegyezni. Na hát, hát ugye meghalt neki az anyukája, az apukája, hát egy egyszerű kőműves volt, nem sokat tanult a gyerekkel. Na most délután, ha valakivel nem ülnek le tanulni, az lemarad. Na mit lehet ilyenkor csinálni? Hát ugye tanító, tanárnő mit csinál? Szidja, hát mi nincs házi feladat? Hát mi nem tanultál? Most a gyereknek valahol kudarc élménye van, akkor mit csinál? Hát próbál onnan eltűnni, lóg. Nem elég, hogy nem tanulsz, még lógsz is az apád laskáját. Na, felhívják az apukát. Hát az apuka egy nadrágszíjjal megpróbálja a fiát jobb belátásra bírni. Hát általában a nadrágszíj az nem jó pedagógiai segédeszköz. És ez a Fábián fogta magát és kiszúrta az osztályfőnöknek a kocsijának a gumiát. Ő is valamit hadd tegyen hozzá ezzel a történethez. Na hát akkor mostan elindul így a gyerek mély spirálba. Ötödik osztályra már ott volt, hogy kicsapták az iskolából, megbuktatták minden, inkább ne legyen sehol. Nos, akkor az édesapa elhozza hozzánk, Csaba testvére, csinálj ezzel a gyerekkel valamit, hanem ha nem tudsz, akkor csapd agyon, és el van intézve. És hát ott van az a gyerek, olyan, mint egy sündisznyó, mindenfelé szúr, be van zárkozva, nem tudom, mi akarsz lenni? Semmi. Mit szeretnél? Semmit. Na majd mit lehet ilyenkor csinálni egy ilyen sünikével? Hát elsősorban tudni kell azt, hogy ez a felszín. Alatta ő is, mennyei atya, gyermeke. Egy csoda. Na de hogy lehet kipiszkálni? Azt a rengeteg pókhálót hogy lehet leszedni róla? Hát én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy na gyere egyet sétáljunk, elmenjünk egy cukrászdába. Általában kevés gyerek van olyan, aki egy fajlaltól, hogy mondjam, vagy egy jó dobostortától ne jönne zavarba. Mondjuk ennek a pedagógiának megvan a hátülütője, na úgyhogy ez szakmai veszedelem, igen. És akkor hát Fábiánnal is elmentünk, jól besüteményeztünk. Próbáltam közben, na, hogy mit szeretne, mit akarna, mi van benne. Aztán valahogy elszólta magát, hogy ő a számtant szerette a legjobban az egész iskolában. Nagyszerű. Van egy dolog, amit meg lehet fogni, egy madzag vég, ami el lehet indulni. Na mondom, visszamegyünk az iskolába, és mondom a kolléganőnek, Fábiánnak, a nevelőnőjének, hogy üljél neki, és egész délután számtant. A holnapi leckét úgy kell tudni, mint a vízfolyás. Persze szóltam a számtan tanárnőnek is, hogy sutyomba, hogy feleltest Fábiánt, adj jó magas labdát, hogy tudjon húzni, hogy legyen eredmény. Hát persze, hogy másnap jön szembe a szünetbe Fábián, hogy ő kapott egy 10-est. Tudjátok, nálunk 1-től 10-ig osztályoznak. Hát olyan büszke volt magára, hogy csoda. Hát mondom, Fábián, te ne szívass engemet. Hát a tavaly megbuktál számtanból, most meg jössz, hogy 10-es kaptál. Hát nem szégyelled magadot, hazudsz is még nekem. Ez persze az egész osztálytársai kezdték dicsérni, de Fábián mindent tudott, tényleg 10-es kapott. Hát mondom, na,
én megnézem azt a naplót, de ott nincs tízes, én kettéosítom az egész társaságot. Tehát engem ne vegyetek palira, meg mindenféle. Kis színdarab, az az igazság, sokszor jó jön. Na hát, megnézzük a naplót, mit ad Isten, mit nem, ott van a nagy tízes. Jaj, gyerekek, mondom, mindjárt elsüllyedek szégyenembe, nem bíztam bennetek. Ez nagyon gáz. Nem mondjátok el ugye senkinek, na, hogy korupáljalak titeket, az egész osztályt elviszem fagyizni. Na hát, most képzeljétek el, hogy milyen büszke Fábián, hogy most, hát ki eszi a fagylaltot az osztály, ki itt a góri, hát ő, nem? Hát legyünk őszinték, a foci meccsen rúgsz egy gólt, a lányok sikoltoznak a lelátón, a következő edzésen nem fogsz háromszor annyit szaladni? Ez így vagy, így vagyunk mindannyian. Szükségünk van egy kis sikerélményre, kis bíztatásra, bátorításra, és Fábián elkezdett tanulni, és hajszitek, hanem úgy elvégezte nálunk az iskolát, hogy én még egyszer nem kellett őt elvigyem na, a cukrászdába. Egyszer elég volt. Talprált. És az a gyerek, akiben se az apja, se az iskola nem bízott, az a gyerek szépen leérettségizett, és ma nagyvilágban hát éli a maga dolgát, nem jön vissza utókezelésre hozzám. És valahol ez lenne a lényeg. Merem-e én bíztatni a másikat? Én nagyon sokszor elmondtam, hogy a tanárok, a pedagógusok nem egy szépségverseny zsűri. Nekik nem az a dolgok, hogy üljenek, és jön a gyerek, és azt mondja, hatos, ötös, hetes. Mert legtöbb gyerek, aki legalábbis hozzánk jön, az ott van a béka fenekénél. Hanem hát az a szép, hogy elindulni onnan, és feljutni oda, hogy tízes legyen, na ez a kihívás. De nem csak a tanárnak ez a dolga, hanem neked, az osztálytársaddal. Látsz valakiben valami hibát, akkor hogy mondjam, ugye Ferenc pápa azt mondja, hogy a selejtezés kultúrája, hogy a mai ember inkább selejtezik, hogy megnézi, nem tetszik, kidobja. Nem. Én azt gondolom, küzdened kell a barátodért. Küzdened kell az osztálytársadért. Ne engedd el a kezét. Bíztassad, bátorítsad. Képzeljétek el, hogy bekerült egyszer hozzánk egy kislány, hát úgy volt, hogy telefonált valaki, hogy lent a csík zsögödbe, az erdőbe él egy maugli. Na, mondtam, milyen maugli. A 21. században maugli. Hát kiderült, hogy a nénynek nem volt férje, és ő eléggé elcsúszott, és bizony a gyerekei ott az erdő szélén laktak, és nem mindig kaptak enni. És akkor a gyerekek megszokták, hogy az erdőbe kószáltak, ilyen 4-5 éves gyerekek voltak, és egész nap ott voltak fent. És ugye, amikor valaki ment ott gombászni, vagy valaki, ezek a gyerekek azért féltek, nem mertek oda menni, de amikor leskelődtek a bokorból, és elszaladtak, hát azt hitték, hogy maugli. Na, hát én megkerestem ezt a két gyereket, és elhoztam Dévára. Hát olyan a kislány, akkor olyan 3-4 éves volt, és emlékszem, hogy hát finom ebéd volt. Párolgott a húsleves, mindenki evett nagy bátran, és az a kislány Borókának hívták, így nézte. Hát mondom, Boróka, te nem vagy éhes? Azt mondja, de igen. Hát mondom, akkor mi nem eszel? Hát azt mondja, nem bíztatnak. Na, hal, nyam, nyam, finom, hajrá! És ez a kislány az idén érettségizett, és egy olyan szép nagy lány lett belőle, hogy hát itt azt gondolom, sok fiúnak így ding-ding kigyúlna a szeme, hogyha ide feljönne a színpadra mellé. Igen. Ha az ember ott hagyta volna az erdőbe, mi lett volna belőle? Ha nem bíztatjuk, ha nem bátorítsuk, hogy alakult volna az ő élete? És vajon ő lenne a hibás érte? Ezért fontos, hogy az osztályban talán az, amelyik a leginkább le van maradva, el van havazva gyerek, de az kellene a legjobban szeressétek. Vedd észre, menj oda, és lehet, hogy hát ugye beléd fog szúrni, de jusson eszedbe Jézus Krisztus, akinek kezébe szeget vertek, és mégis megsimogatta az emberiséget. Ott van Saul. Tudjátok, hogy hát ez egy nagyon rossz fiú volt. Hát ugye ott van Szent István kivégzésénél, de éjnek idején elmegy Damaszkuszba,
hogy ideológiai, politikai alapon gyilkosságokat szervezzen. Az ilyen embert ma úgy nevezik, hogy terrorista, nem? És a terroristákat lelövik. És milyen szép, hogy ez a mi Urunk Jézus Krisztus átdöfött szívvel, átdöfött lábbal szembe megy Saullal. Párbeszédet kezd vele. Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? És tudjuk jól, a párbeszéd vége az, hogy Saulból Szent Pál lesz a népek apostola. Hát ilyenkor nagyon sajnálom, hogy mi nincsenek, mi nem voltak akkoriban ilyen paparazzi. Képzeljük el, hogy megnéznénk mostan, csak úgy a YouTube-ra feltöltenénk, hogy Jézus beszél Saullal ott a damaszkuszi úton, nem? Nincs ilyen film, de tudjuk a végeredményt. Saul bejárja az egész világot, mint a népek apostola, Szent Pál lesz belőle, és élete végén megírja a szép szeretet himnuszát. Szeretet türelmes, szeretet mindent elhisz, szeretet mindent remél. Ó, a szeretet nem is fog megszűnni sohasem. Na valahol ezt kellene nekünk megtanuljuk. Mert biztos, hogy melletted, körülötted is vannak ilyen Saulok, nem? Az osztályodba, családodba. Milyen jó lenne, ha elmernél menni hozzá. Lehet, hogy pont azzal a sebbel, amit ő okozott neked. Tudjátok, olyan érdekes, hogy eljutottam Irakba, mikor visszafoglalták Mosszult, Ninivé nagyvárosát, hát ugye ott körülbelül 500 000 keresztény élt a ninivéi fennsíkon és Ninivében. 500 000. 50-valamennyi templom, egyetemek, kórházak, minden. És amikor az iszlám állam elfoglalta, 2 nap alatt mindenki elmenekült onnan. Aki ott maradt, az meghalt. Elmondta a püspök úr, az egyik püspök, hogy az egyik plébános nem akart elmenni. És néhány fiatallal ott maradtak, énekeltek, minden. Kiurcolták őket a templom elé, leöntötték napállal, és meggyújtották. És ennek a papácsinak megmaradt a keze, 3 ujját így összeszorítja, jelzi azt, hogy ő hisz a Szentlélekbe, a szeretet Istenébe. Csak a keze maradt meg. Igen. Na most ezek a keresztények, amikor visszafoglalták ugye a területeket, hát visszamentek. Szörnyű volt látni. Egész városok romhalmazban voltak, a templomok kiégetve, beszakadt mennyezettel, hogy mondjam, megszentségtelenítve. És amikor mentünk, arra hívtak minket egy ilyen, azt mondták, hogy az olajfák ünnepen. Ezekben a templomokban nem maradt meg az oltár. Tönkretették azt. És az oltár helyére raktak keresztalakba olajfa csemetéket, ilyen konténerekbe, ilyen kis olajfa csemetéket. És körbeállták ezek az emberek sírva. Szinte mindenki golyóálló mellény volt, gépkarabé, pisztoly az oldalukon, és imádkoztak. Ott volt a bagdadi fő pásztor is, ugye a patriárka, és végül kezébe vette egy ilyen olajfa csemetét, és odaadta az embereknek. Azok szerre jöttek, és mondta, hogy vidd haza ezt az olajfa csemetét, ültesd el a vérrel áztatott szülőföldedbe, növeld nagyra, hogy majd az árnyékába az én gyilkosomnak a gyermeke, a te gyermekeddel tudjon a békéről beszélni. Nagyon megrázó volt. De Istennek legyen hála, mi nem kell olajfákat ültessünk. Nincsen ilyen nagy baj, de baj az van. És advent arra való, hogy kiengesztelődjünk, hogy párbeszédet kezdjünk, hogy meglátogassuk egymást egy kis süteménnyel, ajándékkal, figyelmességgel, hogy megfogjuk a másik kezét, hogy ne vesszen el közülünk senki. Egy papbácsi mesélte, hogy hát ugye álmában azt látta, hogy meghalt, és oda került a Jóisten színe elé,
És arra gondolt, hogy mennyi jót tett, hogy plébánia milyen szépen rendben van, templom ki van aranyozva, meg minden oké, rendben van. És akkor azt mondja, hogy odaálltam az Úr elé, nagy boldogan, és az Úr egy dolgot kérdezett tőlem. Hol vannak a te híveid? Azt mondja, megfordultam, és azt láttam, hogy egyedül vagyok, és tudtam, hogy el vagyok ítélve. Igen. Utolsó ítéleten meg fogja az osztályfőnöktől kérdezni, hol vannak a te gyermekeid? És tőled is megkérdezi, hol vannak a te osztálytársaid? És akkor a mennyei atya nem lesz arra kíváncsi, hogy mit tudom én, mi közöm van hozzá, hanem csak annyit fog mondani, mennyi fiam szépen, keresd meg őket. A tisztítótűzben valahol imádkozzál addig, míg nem együtt jöztök. Mert ti összetartoztok, ti testvérek vagytok. Ti egymást kezét fogva kellene éljétek az életeteket. Én ebbe az órába, ha valamit kérhetek számotokra, akkor azt kérem, hogy adja meg az igazi adventet nektek a mennyei atya. Hogy készüljetek fel valóban arra a karácsonyra, ami a mi Urunk Jézus Krisztus akarata szerint, kedve szerinti való. Álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz. Jóságos Istenünk, hiszen az adventi délután nagy-nagy szeretettel arra kérünk, áld meg a Szegedi Egyházmegyei fiatalokat, keresztényeket, pedagógusokat, szülőket, diákokat, add, hogy valóban együtt, közösen, szépen, szentül felkészüljünk karácsony szent ünnepére. Segíts meg, hogy egymás kezét megfogva együtt ünnepelhessük a te megtestesülésedet, megszületésedet. És hogy ez valóban így legyen, hogy valóban ünnep legyen, tiszta ünnep karácsony, ezért így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Hát köszönöm, hogy meghallgattatok, és még egy mondatot mondanék. Hoztunk a gyerekekkel mindenféle olyan dolgot, amik őt készítettek, rajzok, mindenféle érdemes megnézni. Nekik a gyerekeknek azt mondtam, azért kell ide jönni, mert itt karácsonyi vásár van. Shoppingolni fognak a fiatalok. Úgyhogy ha valaki egy-egy ilyen gyerekrajzot vagy valamit megvesz, akkor a gyerekeinknek, hát hogy mondjam, ők azt megkapják egy az egybe is. Lehet fagylaltot venni, vagy kirándulni belőle. És én is hoztam néhány könyvet, ez az igazság, naptárt. A naptárban benne van az összes házunknak a címe, elérhetősége. Úgyhogy, ha gondoljátok, szívesen dedikálom is, és akkor el lehet vinni. És ha Erdélybe lejártok, akkor szüleitekkel, tanáraitokkal látogassatok meg. Képzeljétek el, hogy csináltunk a diákoknak egy szerelem tanösvényt. Majd tavasszal osztálykirándulásotok van, ha meghívtok, akkor megpróbáljuk elmagyarázni, hogy mibe is áll ez a tanösvény. Köszönöm, hogy meghallgattatok, a jó Isten áldása legyen veletek. Áldott ünnepeket! Köszönjük szépen!